kör a döntőben a hibrideseknél. Vasco Dominik, Barta Uriel, Pár Krisztián, Helda Márton és Csinos Zoltán. És most fog eldőlni az utolsó menetben a bajnoki cím sorsai. Hát ide berag a Pár Krisztián. Vasco Dominik elfordul elsőként, Barta Uriel a második, de ott a Horváth Bekengér mellé. Illetve a második helyért is. Itt járunk Schindler Attila meghívására a nyirádi crosspályán. Hogyan szerepel a csapata? Hogy érzi? Egészen jól szerepelt a csapat, gyakorlatilag időlt el a bajnoki cím. Bajnokunk a Vasco Dominik lett az idén. 3 pont előnye volt a Pál Krisztiánnak az elején, de Dominik simán behúzta, úgyhogy így most újra bajnok van. És ez a verseny egy olyan verseny, amelyik gyakorlatilag a tradíciókkal rendelkezik, és azt mondhatom róla, hogy Európa egyik legjobb pályáján vagyunk, és nagyon-nagyon komoly versenyek voltak nálunk is, meg más kategóriákban is. A Barta Uriel viszont Held most kimegy a Jokerre a második helyről, akár csak Pál Krisztián, aki hamarjában le tudja a Jokert egy kisebb hiba Heldtől, de még így is vissza tud térni, miközben Kénőn Zoltán megforog. Azért nagyon érdekes lehet vezetni ilyen körülmények között a hibrid kocsikat, mert ami a hátsó kerekeket hajtja, bizonyos gázállásoknál segít be a benzinmotornak. Ez gyakorlatilag párhuzamos hibrid rendszerben működik ez az autó. A gázpedál, de egy potméter van, a potméter vezérli a hátsó hajtást, és amikor megyünk a versenyen, akkor összkerekesként funkcionál az autó állandóan. Tehát 100%-os teljesítménnyel megy a hátulja is. A földes részen, pláne hogyha változtak a körülmények, nagyon másképp miközben a harmadik helyért még lehet, hogy kialakul egy kis csata Held Marci és Pál Krisztián között. Igazából azt kellett levonnunk, hogy az autóink futóművén változtatnunk el. A mi futóműveink ezek elsősorban a Kakucsring és a Mária Pócsi pályára vannak beállítva, inkább aszfalt futómű, tehát mindenképpen kell gátlókat cserélnünk egyebet a jövőre való tekintettel, és erre a pályára alkalmassá kell tenni az autót. Sokkal jobb lesz utána. De menjünk. Mi érdekes csatlanak oda, ugye ezek az autók is, hogy leérnek oda a Jokerre. Arra nyomvonalva nagyon brutál, hogy leérnek ezek az autók. Nyilván ezek se erre a pályára lettek építve. Hogyha a kakucsringi pályára állítottátok be az autókat, hiszen ennek az autónak a szülőtje valamilyen szinten te vagy, és hát neked a nyirádi pálya az otthonod. Igazából 2 éven keresztül itt nem volt verseny, és teljesen véletlennek köszönhető. Károly Tamás megvásárolta a pályát egy konzorciumon keresztül, és másfél hónap alatt varázsolták ebből ezt a szentélyt gyakorlatilag így, ahogy van most. És nem volt arról szó, hogy korábban itt versenyt rendezünk az idén vagy bármikor. A magyarországi pályák pedig aszfaltpályák elsősorban, és arra van beállítva az autó. Itt nekünk teljesen új koncepciót kell kialakítani, és emiatt volt az, ami problémákat felmerült. A magyar bajnok. És jelen állás szerint Vasco Dominikán jobban. Hány éves srácok is ültek ebbe az autóba? Ki az, aki megnyerte ezt a bajnokságot jelenleg? Ezt a bajnokságot egy 19 éves fiú nyerte gyakorlatilag jelen pillanatban, a második helyen pedig egy 14 éves kisrác ült, és a 19 éves fiú már veteránnak tekinthető, mert 13 éves versenyez, tehát 6 éves korában kezdte gokárttal, és az ő hatására változott meg a rallycross szabály, 12 év volt korábban a körhatár, és utána megváltoztatták 10-re, hogy ő beszállhasson a ringbe. Aki vezeti a döntőt, miközben Pál Krisztián a harmadik, tehát így 4 pont a különbség. Na, elromlott. És egy nagy hiba Pál Krisztiántól, de így is megmarad a harmadik helye. Held Marci a negyedik, és Csénagy Zoltán az ötödik.
jövő évre építjük már az új autóinkat, egy kicsit átalakulnak majd az autók, könnyebbek lesznek, és darabszáma is megnövekszik a darabszámuk. Jövőre CEC kategóriaként fogunk menni, ez a közép-európai zónakupát jelenti, ami 16 országban van jelen, ebből mi legalább 6 országban ott leszünk, úgyhogy ez a jövő évi tervünk. Sajnálatos módon történt egy idézőjelben tragikus esemény is nálatok az egyik versenyen, az egyik versenyautótok kiégett. Mi volt ennek az oka? Igazából műszakében volt az egyik akkumulátorban, és az akkumulátor tűznél, a litium-ion akkumulátor tűznél nem nagyon lehet mit csinálni, mint hűteni. A hűtés itt nem történt meg, és egy lángra kapott a belső égett ki, egyébként más nem történt vele. Hogyan tovább a rally csapatnak, mik a közeljövőben, illetve a távolabbi tervek? Mikor kerül fel az Ajka logó az autókra, hiszen mint már említettük, egy kicsit ajkai is ez az autó. Ezt most még nem tudom megmondani, tárgyalások zajlanak különböző vállalkozásokkal. Abban a pillanatban, hogy olyan vállalkozó lesz, aki valamilyen szinten támogat bennünket, az ajkai logó egyértelműen fölkerül az autóra. Remix 5-ök, Néveri Konrád, Orán Benjamin, Deli Domonkos, Ferendi Péter, Dr. Grigalek Gábor és Mihalik Viktor. Megforált rajtól Deli Domonkos, és be is húzódik egyből Lorán Benni mellé, miközben Néveri Konrád tisztán elfordul elsőként, Deli Domi a második, Lorán Benni a harmadik, Ferendi Péter a negyedik, és talán Dr. Grigalek Gábor, nem, Mihalik Viktor fordul ötödikként, Grigalek a hatodik. Mihalik Viktor pedig egyből kimegy a Jokerre, és a hatodik helyre fog visszatérni. Azért itt a nyugis elődöntők után már most nagyon komoly izgalmak vannak itt a döntőben. Néveri Konrád autója úszik el keresztbe, ahogy kanyarodik rá ide a lapfalsíkra, de ez nem nagyon vesz a lendületéből. Utána Lorán Benni, majd Deli Domonkos, majd Ferendi Péter a sorra. Utánuk jön Dr. Grigalek és a már zsókerező Mihalik Viktor. Ez a rengeteg néző, akit itt lát, tehát ez a verseny minőségének köszönhető, és a verseny sokszínűségének? Igen, ez a pályának köszönhető elsősorban, tehát ez a pálya, ez világhírű pálya, Európa egyik legjobb pályája, és itt a Dunántúlon nem nagyon volt eddig verseny. Tehát ha megnézzük a dunántúli helyszíneket, akkor a versenyek azok inkább a keleti régióban voltak eddig, és a keleti régióban nagyon kevesen mennek át innen, mert nagyon messze vagyunk, és ma már az üzemköltség nem kicsi. És én azt gondolom, hogy visszatért a hazájába a rallycross. Ez az igazi rallycross, amit van. Néveri Konrád vezet! Néveri Konrád vezet!
kétszer, egy dupla jobbos kanyarval hátra, és a szintettől már éveli korlát nem fog elhagyni. Aki a szezonnyitó után az utolsó versenyt is behúzza, Lorenz pedig lesz a második, és Berendi Péter érkezik a harmadik helyre. Köszönjük, és további sok sikert a csapatnak, és jó egészséget neked! Köszönjük szépen, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki kijött ide a versenyre szurkolni nekünk. Nagyon hálásak vagyunk érte, hiszen óriási tömeg van itt kint a pályán.